kaposvári belváros központja a Kossuth tér, melyet 2003-ban zártak le a forgalom elől. 1850-re fél tucat kereskedés működött itt. Az üvegszekrényes oszlopot az első városszépítő egyesület állította 1913-ban, majd 1981-ben újították fel. A vitrínbe az időjárás megfigyelésére szolgáló eszközöket, hőmérőt és barométert tettek. ...1883-ban a kegyúri tisztetgyakorló Eszterházy herceg feladata lett a plébánia újjáépítése, melyre 10.000 forintot utaltak ki az uradalmi pénztárból. Festetics Kristóf 1770-ben Toponári kastélyának kertjében állítatta fel a rokokó Mária oszlopot. A plébánia külső fal fülkéjében is egy Mária szobor, Bori Jenő alkotása látható. A homokkőből készült oszlop a földosztások miatt magántelekre került, ezért a székesegyház előtt helyezték el. A szecessziós stílust váltotta fel a mai hangulatidegen Kapos Hotel épülete. Somsics Pál közbenjárására a gimnázium helyén egy pompás épület emeltetett. Városképileg jelentős épület a városháza. A késő eklektikus stílus követi a német reneszánsz formákat, ezért neoreneszánsznak is tekinthető. Kopecek György és Kertész Róbert tervei alapján készült az intézmény. A harang együttes Deitweiler svájci fémműves munkája. 2006-ban a városháza tornyára visszakerült a 4 sárkányos vízköpő. A nagy múltra visszatekintő bádogos mesterséget a kaposvári bádogos ipartörténeti kiállítás is bemutatja. A villamos ívlámpákat 1883-ban német Ignác polgármester mutatta be Tisza Kálmánnak, mint egyházi főgondnoknak, a székes egyház díszkivilágításának bemutatóján. Kossuthot mindig is nagy tisztelet övezte a városban. 1869-ben a város országgyűlési képviselőjének, 1889-ben pedig díszpolgárává választottam.